Ha a kaposvári Gyula bácsinak a történeti témában összegyűjtött anyagait kellene számba vennünk, akkor nagyon nehéz helyzetben lennénk. Mindazonáltal önmagában is van egy olyan jelentősebb anyagkollekció, amelyet ő gyűjtött be, és végül is a 20-as, 30-as, 40-es évek, sőt talán még az 50-es évek kapcsán rendezendő kiállítások szempontjából is a gerincet a Szolnoki Damjanich János Múzeum történeti kiállításainál ez adja, ez adhatja. Ez az anyag Kis Gábor, a két világháború közötti szolnoki árvaszékű ülnök hagyatéka, amelyet Gyula bácsi szerzett be, körülbelül egy 5 folyóméternyi, de lehet, hogy nagyobb mennyiségű anyag. Ugye itt levéltári dobozokat szoktunk megtölteni, és ugye ezeknek a hosszát mérjük ugye folyóméterként. Kis Gábor egy rendkívül érdekes és Szolnok életében jelentős személy volt. Ugye ő a Kárpátalján született, mindazonáltal ugye a történeti Magyarország számos településén tanult, Nyíregyházán, Kassán. Az első világháború végén 1919-ben Trencsénben volt szerkesztő, majd ugye véglegesen ide Szolnokra költözött, ahol korábban is volt ismerettsége. A két világháború közötti árvaszéki ülnök, majd hát a legrosszabb pillanatban egyébként 44 őszén, már az úgynevezett felszabadulás után alpolgármester helyettes, tehát a legnehezebb időszakban, ennek ellenére ugye a korábbi tisztviselői tevékenysége miatt őt hát fel is függesztették, és noha végül rehabilitálják, de nem kerül vissza a városi igazgatáshoz. Különböző üzemeknél dolgozik tisztviselőként a 60-as évek elejéig, tehát ő 1895-ben született és 1963-ban halt meg. Ami miatt nagyon jelentős a személyisége, az nem csak a tevékenysége, tehát hivatalnoki tevékenysége, hanem az ehhez kapcsolódóan végzett egyéb munkája. Alapvetően, mint irodalmáról kell róla megemlékeznünk, 5 verses kötete jelenik meg Szolnokon, tehát Szolnok két világháború közötti irodalmi életében jelentős. Ugyanakkor különböző egyesületek szervezésében is meghatározó szerepet játszik, ilyen a versegi kör, alapítótag, szervező, egy időben ténylegesen vezető is. Ugyanakkor például ilyen egyesületek, mint a helyi Stefánia Szövetség, amely ugye anya és gyermekvédelmi szervezet, a helyi szervezetet szintén ő alapítja, és ő az elnök. Számos kulturális egyesületnek a tagja, és országos egyesületeknek is a tagja, főleg a két világháború között. Mellesleg elmondható, hogy szenvedélyes sakkozó volt, a helyi sakkört is ő vezeti az 50-es években. Ugyanakkor, amit még meg kell említenünk, hogy egy rendkívül precíz ember, nagyon kevés dolgot dobott ki, számlák tömege marad meg, és azt lehet mondani, hogy az ő anyaga, amiben ugye üdvözlőlapoktól kezdve, levelezőlapokon át, különböző számlákon, az egyes egyesületeknek a meghívóin, plakátjain kívül még ezer fel sem sorolható dolog marad meg. Azt lehet mondani, hogy Szolnok korabeli életére egy meghatározó, sőt azt lehet mondani, hogy alapvető tárgyi együttest mutat. Itt, amit én kikészítettem ezzel kapcsolatban, ez néhány plakát, illetve papír jellegű anyag, főleg papír jellegű dokumentumok maradtak meg, tehát tárgyi anyag az nem annyira volt nála jellemző. Ezek azonban azt lehet mondani, hogy alapvetően különböznek azoktól az meglehetősen unalmas napjainkban megismert ugye papír dokumentumoktól, amelyeket nagyon sok esetben ugye múzeumi kiállításokon láthatunk. Eléggé furcsa, de ugye hát még a két világháború
háború között az egyes cégeknek a fejléces papírjai is nagyon sok esetben szép színes ábrákat mutatnak, kimondottan mutatós, esztétikus, és ilyen szempontból érdekes is. A másik dolog, ugye nagyon sok olyan folyóirat, vagy legalábbis megvásárolt és járatott irodalmi folyóirat, de egyébként a későbbiekben más jellegűek is, ugye megmaradtak általa, amelyek hát ugye 1944-ben jó részt elpusztulnak, ugye ez egy eléggé sajátos időszak, 44 ősze a Szolnokváros történetében, a lakosság nagy része elmenekül, alig 4000 ember éli meg november 4-ét, amikor is a szovjet csapatok ide bevonulnak, és hát ugye ebben a helyzetben nagyon sok mindent megsemmisít maga a lakosság, ugye tüzelő hiányában eltüzelnek, éppen ezért is jelentős ez a nagy anyag, amelyet Kis Gábor megőriz, illetve hát ugye a halálával ugye Kaposvári Gyula bácsi begyűjtött ide a Szolnoki Múzeumba. Alapvetően hangsúlyoznám, hogy Szolnokra vonatkoznak ezek a dokumentumok, illetve az országos irodalmi életre.